érkezik egy szerelvény a Nyíregyházi vasútállomás 2-es számú vágányára. Majd pár perc múlva a rendőrök is megjelennek a peronon, ezúttal prevenciós céllal. Európai szintű fokozott ellenőrzés zajlik, melynek célja, hogy megelőzzék a vasúti közlekedéshez kapcsolódó baleseteket. A Szabolcs-Szatmár-Bereg-megyei rendőrfőkapitányság is részt vesz ebben az ellenőrzésben, a RATPOL nevezető vasúti közlekedés biztonsági ellenőrzésben, amelyet ugye szeptember 26-a és október 3-a között tartanak. Hát ebben az időszakban kollégáim a balesetek megelőzése véget fokozottan ellenőrzik a vasúti átjárókon történő áthaladásnak a szabálynak a betartását, illetve emellett a vasútállomásokon a mozgó járművekre, tehát a mozgó vasúti járműre történő felszállás, illetve leszállásnak a megelőzésére is odafigyelnek a kollégáim. De azt is figyelik, hogy valaki átszalad-e a síneken. Ha valaki ezt első alkalommal teszi, jó esetben megúszta egy figyelmeztetéssel. Azonban ez a baleset veszélyes művelet 5000-től akár 50000 forintig terjedő helyszíni bírság kiszabását is vonhatja maga után. A hatóság nem csak a peronon figyeli az érkező vagy épp távozó utasokat, az autósokat is ellenőrzik. Kiemelt figyelmet fordítanak a vasúti átjáróknál található jelzőberendezések szabályainak betartására. A vasúti átjáróknál ugye főleg a tiltott jelzésen az áthaladás, ami elég sűrűn, vagy sleges, hát nem is elég sűrűn, tehát gyakran előfordul, vagy pedig a leggyakrabban előfordul balesetet okozó körülmény. Ezért egy ilyen manőver büntetése 50000 forintnál kezdődik, amelyhez 8 büntetőpont társul. Az ellenőrzés hetében a nevelési és oktatási intézményekben a vasúti közlekedés biztonságával foglalkozó előadásokkal hívják fel a fiatalok figyelmét a vasúti közlekedés veszélyeire. A 6. alkalommal megszervezett RATPOL akció szeptember 26-án kezdődött, és október 3-áig tart.